az egyik fontos tényezője ennek, hogy mintán külföldről jönnek az előadók, nem csak Magyarországról, itt olyan információkhoz juthat, aránylag olcsón ilyen szempontból, hogy ez és nem kell utazni ahhoz, hogy ezeket megszerezzék. Dr. Gerlóci Pál vagyok, és a cirkóniumról tartottam előadást a kollégáknak. Azt szerettem volna kifejteni, hogy a cirkónium ma már azt gondolom, hogy egy univerzális restaurátum anyagnak lehet tekinteni. És erről szólt az előadás, hogy ez miért is van, és hogy is van. Hát az, hogy az én előadásommal azt hiszem azt lehet, hogy egyrészt a cirkóniumot sok indikációi vannak, és gyakorlatilag mindenhol, ahol indirekt dolgokat csinálunk, a cirkónium lehet alkalmazni, és az előnye ennek az, hogy a cirkóniumot sok helyen kevesebb csiszolással jár, mint hogyha a többi valami más anyagot használnánk. És ezért jobban kiméljük a fogat. Persze, hát én gyakorlatilag minden évben kimegyek a Dental World-re. Sokszor volt az, hogy tartottam előadást vagy kurzus. Most is a következő Dental World-ön lesz egy gyakorlati kurzusom. Hát részvevőként főleg azért, mert ugye ez egyik legnagyobb, azt hiszem a legnagyobb kiállítás, ami van, létezik Magyarországon. Nagyon nívós előadók vannak. Nekik is fontos, hogy ide jöjjenek külföldről, mert látják, hogy ez egy nívós hely, nívós előadók vannak, jó környezet van, jó a közönség, és mindenki nagyon érdeklődő, akik erre járnak. Hát mindenképpen ugye egyrészt, hogy a Dental World-ön ugye új anyagokat, új technológiát, ugye elég gyorsan fejlődik a mi szakmánk, és hozzáférnek olyan információkhoz, amit máskülönben csak külföldön tudnának, ugye a kongresszuson, ami mindig drágább, sok bonyodalommal jár, és itthon meg tudják szerezni. Ez az egyik fontos tényezője ennek, hogy mintán külföldről jönnek az előadók, nem csak Magyarországról, itt olyan információkhoz juthat, aránylag olcsont ilyen szempontból, hogy és nem kell utazni ahhoz, hogy ezeket megszerezzék. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a Dental World-ön, nagyon tanácsolom, nagyon ajánlom, hogy részt vegyenek, és biztos vagyok benne, hogy eredményes lesz.